Domok Tamás vagyok, 40 hektár szántón gazdálkodom. Ehhez vásároltam ezt a gépet 2013-ban. Ami nekem fontos volt, hogy a gép lóerejéhez ez egy megfelelő elmunkáló eszköz, mivel tudom használni a simító részét, ami felcsukható, illetve a luttabb kapák is kiemelhetők, lejjebb tehetők, tehát minden állítási lehetőség a gépből hidraulikusan működik, és ha mindent felcsukunk, akkor meg vetéshengerezésre is szoktam használni, bokrosító hengerezésre alkalmas. Általában elsősorban tavaszi munkáknál vagy őszi munkáknál használja? Mindegyiknél, tavasszal most szántás elmunkálásra, ősszel a vetés előtt magánykészítésre, tehát a tarlót is le lehet vele dolgozni, illetve most az ördítésbe is használom, amikor elvetjük az ördítést, ezzel le tudjuk hengerezni, még mindig maximálisan kikelt. Tehát ugye az a tapasztalat, hogy száraz időszak ez, amikor ezt csináljuk, ugye nyár vége, arra is jó. Hány lóerő ennek az igénye? Hát az én gépem 90 lóerős, én tapasztalatból mondom, hogy ez elég hozzá. Amúgy többet javasolnak, de itt a mi talajunkon elég hozzá. Tehát ez kipróbált dolog, és ezt merem javasolni, hogy alkalmas. Akinek ekkora gépe van, ez a kategória elviszi. Tehát a mi talajunkban akár egy emelkedő se probléma neki. Ez egy középkötött talaj, ide alkalmas. A karbantartásáról mit tud elmondani? Nem kellett javítanom. Ez alatt a pár év alatt zsírzási lehetőség van rajt, más nincs. Tehát a karbantartása egyszerű. Egyszerű, nem költséges.